Szereti ön a harci repülőgépeket? Kíváncsi rájuk közelebbről, esetleg repülne is velük? Itt az alkalom, hogy álmai valóra váljanak. A Sherco Multiplex a nagy sikerű 98-as repülőnapról megjelentette második kazettáját, melyen csak Vári Gyula és a MiG-29-es, valamint a négy tendergép kerül bemutatásra. A gépekkel a repülőnapon kívül éles bevetéseken és gyári bemutatókon keresztül ismerkedhetünk meg. Az első és második rész kapható a Sherco Multiplexnél, valamint az ország nagy áruházaiban. Ezen május 20-án, 21-én a Magyar Honvédelmi Nap központi rendezvényeként ismételten megrendezésre került Kecskeméten a Nemzetközi Repülőnap. A két nap alatt a rendezvényre több mint 200 ezer látogató volt kíváncsi. Már kora reggel ellepték a Szentgyörgyi Dezső harcászati repülőezeret kecskeméti repülőterét a kíváncsiskodók. Európa katonai repülői adtak találkozót egymásnak a Magyar Millennium tiszteletére. Rendezvényre 14 országból 58 repülőeszköz érkezett, hogy bemutathassák képeiket és felkészültségüket az érdeklődőknek. A Magyar Honvédség kihasználva az érdeklődők kíváncsiságát bemutatta a szárazföldi fegyvereit is. A nagy tömegű néző közönség érdeklődéssel szemlélte a kiállított harci technikát, kézbe véve közelről ismerkedett a fegyverekkel. A kétnapos rendezvényen azonos program szerint követték egymást a különböző repülős és ejtőernyős bemutatók. Aki a sok látnivaló közben megéhezett vagy megszomjazott, könnyen megtalálhatta az ízlésének leginkább megfelelő ételt vagy italt. Az első nap rendezvényeit Fodor Lajos vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, vezérkari főnök nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta, hogy ez a rendezvény is bizonyítja azt, hogy a Magyar Honvédség felkészült az újabb kihívásokra. A vasárnapi rendezvényen dr. Szabó János honvédelmi miniszter megnyitójában a részvevő országok technikai fejlettségre hívta fel a látogatók figyelmét. A megnyitó beszédek elhangzása után a Magyar Honvéd légierő felvonulásával megkezdődött a légi bemutató. Egy L-39-es Albatrosz iskola repülőgép lélegzetelállító mutatványai kötötték le a nézők figyelmét. Ezt a középszárnyú gázturbina meghajtású kétüléses gyakorló repülőgépet még a csehszlovák repülőgyártás az L-29-es Delfin iskola repülőgép üzemelésekor szerzett tapasztalatok alapján fejlesztették ki. Prototípusa 1968-ban repült először, sorozatgyártása 1972-ben kezdődött. A gép technikai jellemzői kiválóak, ezért a pilóták és a növendékek is nagyon kedvelik. Tényleges repülési sebessége 6000 méter magasságban 780 km per óra, legnagyobb hatótávolsága 1600 km. Ezután már a meghívott külföldi részvevőgépei emelkedtek a levegőbe, hogy bizonyítsák repülési és technikai képességeiket. A repülőnap közönsége nagy várakozással szemlélte az angol királyi légierő helyből felszálló Harrier típusú repülőgépét. A gép már nem volt ismeretlen a magyar közönség előtt, mert az 1998-as bemutatón már szerepelt Kecskeméten. Nemzetközi hírnévre az 1982-es Falklandi háború idején tett szert. Ebben a háborúban az angol hadsereg legjelentősebb repülőgép típusát képviselték a repülőgép anyahajókon alkalmazott Harrierek. Erős légi támogatást tudnak biztosítani a szárazföldi csapatoknak.
A null szériát a NATO-ban 1964. októberében próbálták ki, és 1969. áprilisában állt szolgálatba e különleges képességű gép. Egyetlen repülőgép a NATO-ban, amely rendelkezik ilyen tulajdonságokkal. A Harrier repülőgépek korszerűsítése folyamatosan zajlik, most az egyik legkorszerűbb változatát láthatjuk. Felsőszárnyas kétáramú gázturbinás, támogató és felderítő repülőgép. A hajtóműből kiáramló sugár különböző szögben való állításával tud felemelkedni, és különböző repülési manővereket végezni. A gép helyből való felszállásakor dupla mennyiségű üzemanyagot fogyaszt, amit a gép hangja is jelez, hiszen ilyenkor a leghangosabb. Ezért a pilóták általában a hagyományos felszállást alkalmazzák az üzemanyaggal való takarékosság miatt. A repülőnap közönsége ismételten meggyőződhetett a Harrier kiváló repülési tulajdonságáról. A bemutató során kitűnt, hogy a gép nem csak helyből felszállni, hanem egy helyben lebegni, a különböző billegő mozgásokat végezni és tolatni is tud. A gép alkalmas hirtelen mozgásváltoztatásokra is, amelyekkel sok kellemetlen percet szereztek az ellenfél pilótáinak. Bemutató közönsége nem csak a katonai pilóták technikai bravúrjaiban gyönyörködhetett, hanem megcsodálhatta a polgári sportrepülők kiváló képességeit is. A magyar műrepülő sport egyik legsikeresebb egyénisége Besenyei Péter világbajnok, vadonatúj festésű arany színű, extra 330-as gépével borzolta a nézők idegeit és mélyrepülés közben a füvet. Nagyfába vágja a fejszejét, aki részletesen kommentálni akarná a látottakat. A műrepülő szó lassan már nem tudja igazából visszaadni azt a légi virtuózítást, amelyet Péter produkál évről évre. Műsorában szerepelt flick-flack, dobott torsó, bukfenc, vezetett torsó, földfeletti áthúzás csúsztatással, majd ugyanez háton repülve. Mindezekkel bizonyította, hogy a levegőben számára nincsen lehetetlen, csak alapos felkészültség kell ahhoz, hogy még a legelképzelhetetlenebb műrepülő figurákat is be tudja mutatni. Amely a műrepülő gépek csúcsát jelenti, 300 lóerős motorjának köszönhetően még nulla sebesség mellett is kormányozható, egyedül a légcsavar szél által. Szakzsargonnal élve a gépet srófra lehet akasztani, vagyis egyedül a légcsavar vonó ereje képes a levegőben tartani. Az extra típusú gép extra ereje természetesen semmit sem ér olyan pilóta nélkül, aki nem képes maradéktalanul kihasználni a gép képességeit. Hogy Besenyei Péter kihasználta a gépben rejlő lehetőségeket,
arról minden kétségen kizárólag meggyőződhettünk.
Minden repülőnap legnagyobb érdeklődéssel vált részevői a műrepülő csoportok. A meghívást elfogadó két formáció közül először a szlovák légierő Fehér Albatroszok nevű köteléke szállt fel 6 L-39C típusú repülőgéppel. A csoport Csehszlovákia szétválását követően alakult meg a Kassán üzemelő repülőiskola oktatóinak részvételével. Az évek során gyakorlottságuk egyre nőtt, noha repülési lehetőségük jóval kevesebb, mint a nyugati kollégáiké. Ennek ellenére ma már kiállják az összehasonlítás próbáját, ez bizonyítja egyre több külföldi meghívásuk is. Habár a figurák nem voltak olyan hajmeresztőek, mint Besanyei Péternél, a közönség nagyon élvezte a szlovákok repülését. Pontosság, precízség, fegyelem, ez jellemző rájuk. A kismagasságú kötelék műrepülés fokozottan veszélyes, amiből a közönség az esetek többségében semmit sem vesz észre. De hogy valójában mit lát a pilóta, azt a kötelék hatos számú gépéből mindenki megcsodálhatja.
Kötelékrepülés után következzenek az igazi harci repülőgépek. A francia légierő többek között három Mirage 2000 reprezentálta, kettő a földön, egy pedig repülés közben is. Az elegáns vonalvezetésű deltaszárnyú vadászgép kitűnő manőverező képességgel rendelkezik, melyet pilótája sem magát, sem gépét nem kímélve be is mutatott. A Mirage prototípusa 1978 márciusában emelkedett először a levegőbe. A gépet elsősorban nagy sebességgel repülő célok elfogására és megsemmisítésére optimalizálták. A gép aerodinamikai kialakítása a delta szárnyaknak köszönhetően kiváló, így a gép a repülőnapon megjelent összes gép közül a legkisebb sebességgel mutatta be a nagy állásszögű repülést. Alig 200 km per órás sebességre lassulva 30 fokos állásszöggel repült, sőt még egy palástorsót is bemutatott. A Földön látott két másik Mirage 2000D eltérő feladatkörű vadászbombázó volt, amelyek részt vettek a Jugoszlávia elleni légi hadműveletekben. A következő repülőgép ugyancsak delta szárnyú konstrukció volt, de ez még az előző generációt képviselte. A svéd tervezésű és gyártású Saab Jas 35 Draken, azaz sárkány, azonos kategóriába tartozik a MiG-21-essel. A bemutató gép nem érkezett messziről, az osztrák légierő színeiben látogatott Kecskemétre. A nyugati szomszédunknak ez volt az első szuperszonikus típusa, amelyet 1987-ben használta a rendszeresítette. Érdekességük, hogy kizárólag gépágyú fegyverzettel rendelkeztek, ugyanis Ausztria hadserege nemzetközi egyezmények alapján egészen a legutóbbi időkig nem vásárolhatott rakétafegyvereket. A 90-es évektől változott meg a helyzet, miután a jugoszláviai polgárháború során számos légtérsértés történt náluk is. A Draken eredetileg alkalmas volt légicélok elleni rakéták hordozására, így ezek utólagos rendszeresítése különösebb problémát nem okozott. A
már több mint 30 éve gyártották, az öreg gép meglepő fürgességet tanúsított, bár fordulóit nem lehetett összehasonlítani a legkorszerűbb típusokéval. Az osztrák gép leszállása után ismét a magyaroké a légtér. Velez Zoltán műrepülő válogatott kerettag emelkedett a levegőbe Su-26-os gépével. A típus érdekessége, hogy azt a vadászgépeiről híres tervező iroda munkatársai félig meddig társadalmi munkában és a sportgépek területén kevés ismerettel hozták létre. Hogy a munkájuk sikeres volt, a számos világbajnokság megnyerése és a Su-26-os széleskörű nemzetközi elterjedése bizonyítja. A gép ma már a második vonalat képviseli, de ez egyáltalán nem volt érezhető Velez Zoltán repülésén, aki egyébként főállásban a Malév Boeing 737-esével repül. A leendő légi utasoknak természetesen nem kell attól tartaniuk, hogy a pilóta őket is megismerteti a hajmeresztő manőverekkel, azok kizárólagosan csak a bemutatókon, illetve a versenyeken látható. Velez Zoltán a pilóták között amolyan showman, akiben a humor párosul a profizmussal. Műsorában elsősorban az improvizációnak és a hangulati elemeknek volt nagy szerepe. Bemutatója után elmondta, hogy airshow-t repülni mindig kellemes élmény és kiemelten kedveli, mert nem kötik kotta szerint az előírt feladatokhoz. Filmünket hamarosan folytatjuk, azonban előbb nézzük meg, hogy kik vettek még részt a kétnapos légison. Az összes részevő részletes felsorolása természetesen meghaladja a lehetőségeinket, ezért legelőször ismerkedjünk meg ejtőernyőseinkkel. A Magyar Honvédség legjobban képzett katonái a desszantosok, akik a Mi-8-as helikopterekből hajtottak végre tömeges ejtőernyős ugrás terepszínű katonai, illetve sportcélokra szolgáló paplan ernyőkkel. Bemutatójukból nem hiányoztak a show elemek sem. Ejtőernyőseink után egy igazi veterán emelkedett a levegőbe. A pokettes egy vitorlázott vontatva hasította a levegőt. A repülő napon a merev szárnyasok mellett hazánkat képviselte a légierő Mi-24-es harci helikoptere.
2000-ben is itt volt a francia Jaguar géppár, akik mérnöki pontosságú szinkronrepülést mutattak. Levegőbe emelkedett egy magyar és egy modernizált román MiG-21-es. A román gép a modernizációnak köszönhetően igen hajmeresztő figurákat repült. A csehek új Zlin oktatógépükkel jelentek meg a repülőnapon. Ennek a gépnek régebbi változatával tanult meg a magyar repülős társadalom nagy része repülni. Az új gép igen nagy érdeklődést keltett, hisz amerikai motor hajtotta. A légi látvány mellett bőven akadt földi látnivaló is. Szokás szerint nagy tömeg volt kíváncsi a Katasztrófa Védelmi Igazgatóság bemutatójára, ahol a látogatók megismerkedhettek a modern védő- és mentőeszközökön kívül a miskolci speciális mentő kutyáival is, akik vezényszóra köszöntek a látogatóknak. A kis kirándulás után emelkedjünk újra a levegőbe. A nemzetközi repülőnapok elmaradhatatlan részevője az amerikai Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon. Ezúttal a belga légierőgépe hajtott végre 9G-s túlterhelésű manőverekkel fűszerezett bemutatót. Az F-16-os egyik jellegzetessége, hogy a manőverezés közben szándékosan gerjesztett örvénylés keletkezik a szárnyak felett, ahol kicsapódik és láthatóvá válik a levegő páratartalma. Mindez stabilizálja az áramlást és növeli a felhajtó erőt. A belga pilóta is bemutatta a nagy állásszögű minimális sebességű repülést, amit ezzel a géppel viszonylag könnyebb végrehajtani, ugyanis számítógép vezérlésű kormányrendszer ügyel a még biztonságos paraméterek betartására. Az igazi újdonságot nem az F-16-os repülése jelentette, hanem a földi bemutató hasonló részevője. A hollandok először küldték el Magyarországra a modernizált F-16 AM típusjelzésű gépet. A már több mint 25 éves konstrukciójú típusba a legmodernebb fedélzeti elektronikát építették be, így néhány részterület kivételével azonos képességűek lettek, mint a jelenleg is gyártásban lévő legújabb változatok. Elfogó vadász feladatnál több száz százalékkal javult az F-16 AM harcászati kapacitása, mivel akár 50-60 kilométeres távolságból képes egyidejűleg 6 különböző légicél megtámadására 6 rakétával. A modernizált holland és belga gépek részt vettek a Jugoszlávia elleni háborúban, amelynek során minden feladatkörben igazolták a megnövekedett képességeiket. Ilyen gépekkel érték el a háború első légigyőzelmét is, egy MiG-29-es ellen. A kecskeméti repülőnap előtt néhány héttel adták át a texasi Fort Worth-ben az F-16-os 4000. példányát, de a gyártás még korán sem közeledik a végéhez, ugyanis a jelenlegi megrendelés állomány még legalább 8-10 évre szól.
Felszálláshoz készülődik a 10 gépes olasz kötelék. Minden bizonnyal a bemutató fénypontja az olasz légierő Frecce Tricolori műrepülő rajának programja volt. Ez a legnagyobb létszámú csapat, általában 10 Aermacsi MB-339-es típusú géppel repülnek. Érkezésüket követően műszaki probléma adódott a 10-es számú géppel, aminek következtében még a hajtóinget is ki kellett szerelni. A munkában szokatlan módon részt vettek a pilóták is, akiknek kiképzése erre a területre is kiterjedt. Hogy eredményes munkát végeztek, arra a szombati bemutató szolgálatok bizonyítékot, ugyanis a 10-es számú gép a kötelék részét képezte. A beépített füstgenerátorok háromféle zöld, fehér és piros színezésű dízelolajjal lettek feltöltve, ami azonban nem a magyarok iránti tiszteletből történt, hiszen ne felejtsük el, hogy ugyanezek az olasz nemzeti színek is. A már 40 éves múltra visszatekintő alakulat hagyományosan harci gépekkel repült, de 1982-től áttértek az olcsóbb üzemköltségű jelenleg MB-339-es gyakorlógépre, amely azonban szükség esetén néhány óra alatt alkalmassá tehető harci feladatok végrehajtására is. Az alakulat 15 pilótája évente fejenként 250-500 óra repülési lehetőséget kap, ami a magyar viszonylatban fantasztikusan hangzik, bár hozzá kell tenni, hogy ebben benne foglaltatik a külföldi átrepülések időigénye is.
Frecce trikolóri, magyarul háromszínű nyilak kötelék bemutatója a repülés magas iskoláját képviselte, ami kitűnő koreográfiával, illetve zenével párosítva megtette a hatását, akár a laikusok, akár a hozzáértők körében. Sok repülőgép után itt egy helikopter, mely a maga nemében igen látványos légisóval szórakoztatta a közönséget. Lengyelországot képviselte a V3-as típusú hazai fejlesztésű helikopter, ambíciózus terveik szerint a Huszár Fantázia nevű harci változatból 100 darabot rendszeresítenek, amelyek a legkorszerűbb éjszaka is alkalmazható nyugati fedélzeti elektronikával és fegyverzettel látnak el. Az itt látott példányok még csak az alapfegyverzettel rendelkeztek, vagyis a törzs jobb oldalán alul beépített GS-23-as típusú 23 mm-es űrméretű gyors tüzelő gépágyúval, illetve oldalanként két-két felfüggesztésű csomóponttal. A V3-as eredetileg az orosz Mi-2-es jelentősen továbbfejlesztett változata, amelynek kidolgozták kutató, mentő és könnyű szállító változatát is. A helikopter értékére jellemző, hogy Lengyelország egy az egyben cserélt el ilyen helikoptereket a cseh légierő MiG-29-eseiért. A típussal sikerült betörni a rendkívül igényes nyugat-európai piacra is, például már üzemben áll a német rendőrségnél. Kiváló manőverező képességéről mi nézők is meggyőződhettünk, mely alapjában rengette meg azt a hiedelmet, hogy a helikopterek a lebegésen és a vízszintes repülésen kívül másra nem képesek. Pilótája a helikopterrel bemutatott szűk fordulót, nagyon gyors emelkedést, csavarorsó süllyedést és farokra rátámaszkodós fordulót is. Korábban látott Draken leszármazottja, az ugyancsak svéd Viggen, amelynek 6 példánya érkezett Magyarországra. Közülük 4 már a megelőző héten is itt tartózkodott, Pápán vettek részt közös gyakorló repüléseken a MiG-21-esekkel. A Viggen jellegzetessége, hogy minden részfeladatra specializált alváltozatai állnak rendelkezésre. A két szürke színű elfogó vadászon kívül láthattunk két tereptarka, kétüléses gyakorlót, illetve egy-egy hasonló festésű haditengerészeti és fotófelderítőt. A Viggen a 60-as évek végén forradalmian újszerű megoldásokkal hívta fel magára a figyelmet. Ezek voltak az úgynevezett kacsa,
vagyis a szárny előtt elhelyezett vízszintes vezérsíkok, illetve a sugárfék. Utóbbi drasztikusan lecsökkenti a leszállás utáni kigurulási útvoszt, amit Kecskeméten is bemutatott. A milleniumi repülőnapon szerepelt utoljára nagy közönség előtt Vári Gyula őrnagy, aki 4 év után átadta a stafétabotot fiatalabb kollégájának, Kovács Péter századosnak. Vári Gyulát sikerült néhány szó erejéig megszólaltatnunk a repülőnapi forgatagban, aki a műrepüléstől való visszavonulásáról beszélt. Hát tavaly szerettem volna befejezni. Nézd, azt tudni kell, hogy végül is 96 óta csinálom nyugaton, általában 2-3 évig csinálják, ez az 5. szezon. Tehát ez úgy elég volt. Az elvonuló sztárok árnyékában mindig felnövekszik a jövő generációja is. Kovács Péter egyike azon szerencsés pilótáknak, akik műrepülésben is szerezhetnek tapasztalatokat. Őt arról kérdeztük, hogy milyen egy világbajnok nyomdokaiba lépni. Nem túl könnyű, főleg azok után, az eredmények után, amit a Gyula produkált. Megpróbálok erre nem gondolni, semmiképpen nem szeretném leutánozni, vagy hasonlítani rá. Egyszerűen megpróbálom úgy csinálni, hogy szégyen ne hozzak rá. A mester és tanítvány a géppárban szállt fel, és a megszokott dinamikus repülést láthattuk, amely tartalmazott minden show elemet, ami a vadászgépeknél elképzelhető. Erre az alkalomra átfestették az egyik MiG-29-est, amely egy óriási sast szimbolizált. Vári és Kovács először géppárban, majd szólóban és ismét géppárban repültek. We'll be right back.
Vári Gyula repülésének elmaradhatatlan része a harang manőver, amikor a gép függőleges emelkedés közben nullára csökkenti sebességét, majd visszaesik. Ennek végrehajtása a többi szuperszonikus típussal repülésbiztonsági okokból tiltott, noha ugyancsak alkalmasak rá. A MiG-29-esek a legnépszerűbb típusok a repülésrajongók körében. 2000-es repülőnapon ezek a gépek mutatták be a leglátványosabb repülést, így került a filmünk záró repülésére. Vári Gyula és Kovács Péter befejezte bemutató repülését, mellyel kétségkívül nagy sikert arattak. Ezzel elérkezett a millenniumi repülőnap vége. Aki eljött a kétnapos légisóra, emlékezetes látványosságnak, precíz szervezésnek és nézőcentrikus programnak lehetett tanulja. Ez a két nap ünnep a repülő embernek, rácsodálkozás, élvezet, tanulás a nézőnek. Valamennyien reméljük, hogy nem sokára ismét itt találkozhatnak a repülés szerelmeseik.